Az Erkel Ferenc művészeti iskola tanárainak Urbáni Tóth Klára és a Rabzita Mónika műsora után nagy tiszteletű Konc Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese az alábbi emlékbeszédet mondta el. A családomban ugyanis voltak, akiket kulákként tartottak nyilván, és sokat hallottam gyermekkoromban az adatócséplőgép és a lovak elvesztéséről, a padlás seprésről, az üldözésről. Másfelől az kevésbé van kidomborítva, de a kulák üldözések rendszer logikából fakadóan egyúttal egyház ellenes felangot is bírtak. Rákosi Mátyás ugyanis erről maga is említést tesz, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy hol kell keresni a kulákot, azt mondta, el kell menni a presbitériumokba, az egyház tanácsokba, és ott meg lehet őket találni. A kulák, kulák üldözés így tehát az egyházaknak is szólt, ezért beszédemet Hegedűs Loránt egykori református püspöktől vett idézettel kezdem, aki a következőt mondta, összegezve a kommunista diktatúra működésének a fő jellemvonását. Amikor egy ideológia erővel meg akarja a Földön valósítani a mennyországot, mindig a poklot hozta el. A fenti tételt igazolja az, ami 1948 és 53 között az úgynevezett rákosi diktatúrában megtörtént a nemzet derekát adó földműves gazdálkodó réteggel. A rákosi féle magyarországi kommunista diktatúra nem adhatott mást, mint a leglényege. A poklot hozta el az ősei örökségén vagy tehetsége és szorgalma gyümölcsén gazdálkodó parasságra. A kommunizmus ideológiája ugyanis már fogantatásakor kinyilvánította ellenszenvét a saját birtokán, saját jogán, saját eszközeivel gazdálkodó és a terményével, jószághozamával, szabadon kereskedő gazdákkal szemben, akiket stigmatizálva megbélyegezve elnevezett kuláknak. Majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait a parkban álló kopjafánál.